Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is részt vett a Lőrinc Kálmán nyugállományú vezérezredessel készített dokumentumfilm bemutatóján február 11-én Budapesten. Lőrinc Kálmán hadnagyként kezdte katonai szolgálatát 1960-ban, és 1994. márciusában, mint a Magyar Honvédség parancsnoka ment nyugállományba vezérezredesként. Ő volt az, aki a rendszerváltás különleges, a haderő szempontjából sok lemondással és nehézséggel övezett időszakában 5 éven át vezette a Magyar Honvédséget. Feladatokban gazdag életútjáról a Magyar Honvédség Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai filmstúdiója munkatársainak beszélt a kamerák előtt. Az ebből készített filmet Kortanúk rendszerváltozás a hadseregben címmel kedden a születésnapi köszöntéssel egybekötve mutatták be a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban. Az eseményen Benkő Tibor honvédelmi miniszter gratulált az ünnepeltnek. Mint fogalmazott, Lőrinc vezérezredes életútjával, munkájával mai napig kiemelkedő egyénisége a Magyar Honvédségnek. Ő egy példakép, akire oda kell figyelnünk, aki alázattal szolgálta a Magyar Honvédséget. A tárcavezető hangsúlyozta, Lőrinc vezérezredes a legnehezebb körülmények között is sikeresen, legjobb tudása szerint látta el feladatát. A nehézségek között mindig ott van a lehetőség is. És ő mindig ezeket a lehetőségeket látta és érezte. Én úgy gondolom és azt tapasztaltam, hogy egy keménykezű parancsnok volt, aki fontosnak tartotta azt, hogy példakép lehessen. A saját és a tárcavezető nevében Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka adott át ajándékot az ünnepeltnek. Az altábornagy köszöntőjében elmondta, a fiatalabb generáció csak remélheti, hogy Lőrinc vezérezredeshez hasonló, fél évszázadot átölelő, tartalmas és mindenben kiemelkedő katonai pálya adatik meg neki. Amikor a Magyar Honvédségről beszélünk, nem tudunk nem beszélni Lőrinc vezérezredes úr munkájáról, rendkívüli munkabírásáról, amelyet elhivatottság és a haza iránti szeretet fémjelez. Mi katonák, egy következő generáció tagjai, lehetőséget kaptunk megmutatni, hogy a Magyar Honvédség ismét fejlődő pályára lépett. Én azt gondolom, hogy igazából úgy tudjuk megköszönni a nagy elődök közöttük Lőrinc vezérezredes úr által lerakott alapokat, hogy méltóképpen folytatjuk a munkát, amit egykor elkezdtek. A film bemutató alkalmából jelentette meg a Zrínyi kiadó Lőrinc Kálmán Menetben című kötetének második, bővített kiadását. A szerző úgy fogalmazott, művében beszámolt hivatásának nehézségeiről, ám igyekezett annak valódi, megtapasztalt, tényleges értékeit közvetíteni és ajánlani. Legfontosabb célnak mindig az értékteremtést tartotta, kérdéseinek szabad megválaszolását pedig az olvasó ítéletére bízza. Nagyon kérem, hogy kritikusan olvassák, ha olvassák a kiadványt, és nem igét hirdettem. 4 fejezetben 12-szer van feltéve az a kérdés egy-egy gondolatsor után, hogy mit gondoljunk erről. Vagyis gondoljanak valamit. Csak egyet ne tegyenek, hogy nem gondolnak semmit.